Szevasztok, gyors bejelentkezés most még itthonról. A hétvégét per hétfőt egy ismerősömnél fogjuk tölteni. Telkiben egy festő ismerősöm, igazából elég sok mindent csinál, digitális képeket fest, meg fest ecsettel, meg festékkel is, de most ez a digitális vonal nála az irány, és ezen kívül mostanában ilyen régi fotók retusálásával foglalkozik Photoshopban, és ennek okán vett egy brutál nagy, hatalmas 20 kilós Canon nyomtatót, a Pixma 100 vagy 10S azt hiszem, majd így belinkelem, hogy meg tudjátok nézni, de látni is fogjátok, és ezt a brutál nagy nyomtatót ki fogjuk próbálni, két általam legjobbnak gondolt képet kinyomtathassak rajta. Kíváncsi vagyok nagyon, hogy milyen minőségűek lesznek. Mielőtt kinyomtatjuk, fog nekem tudni mutatni pár printet, mert rengeteg ilyen kinyomtatott digitális festés munkája van, meglátjátok. Megjöttünk, itt lakik Miklós, és mindjárt be is csöngetek. Harapós kutya. Ezzel vigyázni kell. Na, hello! Szia, Miklós! Szia, gyere! Na, mi a helyzet? Hello! Szia, szia, gyere be! Szia, Carmen! Carment már láthattátok, Instagramon mindig őt fotózom egyfolytában. Szia, te kutya! És amúgy mi van veled? Volt újabb ilyen megrendelés fotó helyreállításra? Igen, volt egy, de az unokahúgom kért meg, és az egy ilyen bónusz dolog volt. Majd kíváncsi leszek azokra is, meg a digitális melóidat szerintem szívesen megnéznék. Hát lenne a műteremben, meg itt is van néhány, meg van olyan, amit kézzel festettem, olyan is van. Na, azokat megnézném, meg a nyomtatót, azt a brutál nyomtatót. A brutál nyomtató itt van, gyere nézd meg! Itt van el. Tehát ez nem olyan brutál, ez végül is csak egy A3-as nyomtató, ami nem egy... Nem azért, egy azért jó nagy darab. Az ott, én otthonimnál legalábbis sokkal nagyobb. Igen. Azért tudsz vele színházi jegyeket nyomtatni? Aha. Hát persze, 20 ezreseket is. Akkor ez megérte. És ez a Pixma 10 vagy 100, abban nem voltam biztos. Ez a 10-es. De már használtad, nem? Persze. Mutassak képeket, amiket nyomtatod? Aha, kíváncsi vagyok. Hát ezek helyreállított képek, csak hát a kivágás az nem sikerült, és akkor az pluszba van. És akkor itt vannak a digitális képek kinyomtatva. Különböző beállítások mellett, hát más, egy kicsit más színe van. Megnézem, kíváncsi vagyok így a fényben, hogy hogy néz ki. Az sejemfényű papírra van nyomtatva, ez meg fényes papírra. Kicsit más. Szerintem az enyémet is ilyenre szeretném majd. Ez nekem jobban tetszik. A fényes? Ha, pedig azt hittem a sejemfényű az, ami szebb. Nem láttad? Miklós egyébként ilyen fraktálokból készít ilyen képeket. Ez meg egy festményről készült nyomat. Amit én festettem, és akkor utána készítek róla egy ilyen, hát egy sokkal kisebb formátumú nyomatot. Ezt lehet, hogy már láttam is, ha jól emlékszem. Igen. Igen. Ez például matt papírra készült, és látszik, hogy nincsenek olyan szép színei matt papíron, mint a sejemfényűn. Kettőt, hogyha összehasonlítod, látszik, hogy... Igaz, nem annyira élénk a színe. Igen, igen. Tehát itt vigyázni kell a nyomatoknál, hogy az ember milyen papírra nyomtatja. Nekem ezt tetszik a legjobban, különben szerintem ez a legimpozánsabb. Meg van nagyba is vászna. Ez körülbelül 20-30 óra egy-egy ilyen elkészítése. Ma kinyomtatjuk a két fotómat, szuper izgatott vagyok, és persze kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek, hogy mit tud ez a nyomtató. Viszont sajnos az idő eléggé be van borulva, szóval
A műteremben nem lesz az a gyönyörű, szép, napsütéses idő, mint ami amúgy szokott lenni, ami így átjön a hatalmas ablakokon, de azért így is meg fogom nektek mutatni. Magáról a nyomtatóról, mint professzionális munkaeszközről ugye eddig még nem volt szó. Eddig ugye csak azt mondtam el, hogy 20 kilós és milyen brutális méretű, ami igaz is. Viszont az a lényeg benne, hogy ez egy fotónyomtató. Összesen 10 féle színt tud kezelni, és ezekből az egyik a Chroma Optimizer, ami csak azért felel, hogy a színek sokkal élénkebbek, és sokkal világosabbak, telítettebbek legyenek. A nyomtató egyébként a maximális papírméretnek az A3-at tudja kinyomtatni. Mi viszont most A4-ben fogunk nyomtatni. Egyébként ezek a festékek pigment alapúak, ami annyit jelent, hogy a gyártó szerint elvileg 100 évig a papíron fognak maradni, nem fognak kikopni. És ezért olyan különleges ez a nyomtató. És akkor előbb papírt választunk, hogy milyenre nyomjuk, hogy matt, vagy félfényes, vagy fényes. Van selyemfényű, akkor ez a luster, ez megint csak ilyen selyemfényű. Platinium, ami fényes, meg van a matt, amit nem ajánlok. Igen, annak kevésbé élénkek a színei. Igen. Én maradok a fényes papírnál. Nekem az tetszett nagyon, ha jól emlékszem, mert annak szépek, szép élénkek a színei. Igen. A fenevad mindjárt elkezdi a munkafolyamatot. Na, elkészült mind a két darab nyomatom, és szerintem fantasztikusak lettek. Nézzétek meg őket! Te is jössz, kutya? Kutya is jön? Jöhet. Gyere! Gyere, kutya! Gyere! Gyere! Kármán, gyere! Hívjad! Kármán, gyere! Hoppá! Óvatosan! Gyere, kaparjál te! Akkor körbevezetsz? Uh-huh. Itt falon festmények vannak, már olyan értelemben, hogy ezek kézzel vannak festve, tehát ezek nem nyomatok. Ez a Varázsló című kép, ezt ez két éve festettem. Szerintem az egyik legjobban sikerült. Fraktálokból állt össze, csak Miklós megfestette kézzel is. És akkor itt ez a nagy kép, ez is úgy készült, hogy az egyes részletei azok fraktálból a számítógép által kiszámított fraktálokból álltak össze. Azután csináltam egy kompozíciót belőlük. Körülbelül olyan 50 óra munka volt. Hát igen, ez egy félkész kép. Ott is fraktálok kerülnek gyakorlatilag. Megvan a terv, csak hát még kivitelezni kell, az elég sok munka. 1983 körül készült, vagy lehet, hogy 82-ben. Ez te vagy? Hát ez én lennék, igen. Hú, látjátok a hasonlóságot, vagy? Kicsit. De jó, jó a kép. Csak így egymás mellett valahogy olyan. Vagy nem ugyanolyan? Hát igen. Hát már azóta megöregedtem. Ezek ugye nem kézzel készültek, ezek már nyomatok vászonra. Ezeket kézzel nem is lehetne szerintem megfesteni. Nem mindegyiket. Fraktálok. Hát, ha közel mész, akkor látszik, hogy milyen apró részletek vannak rajta. Hát így telt az én hosszú hétvégém. Remélem, hogy a ti hétvégétek is jól telt, és hogyha tetszettek Miklós munkái, akkor meg tudjátok őket nézni az oldalain, a leírásban, valamint nézzétek meg az Instagram oldalamat, és mindenképp fejezzétek ki a véleményeteket like, dislike vagy komment formájában. Illetve, hogyha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk a következőben. Sziasztok!